Ma sült libát készítek, almával, nem tudom, látszik ilyen benne. Elfesztem az almákat, megtöltöttem. Besóztam rendesen, csak vizet raktam alá, nem nagyon látszik, mert a liba elég sok zsírt enged magából. Hát, reméljük elég lesz a sütőt, azt majdnem 200 fokra állítottam, vagy 200 fokra állítottam. Már meg is melegedett, elolta a kis villanyta. Hát belerakhatom. A tetejére egy mézes marinádot készítek, azt a végén majd rákenem. És úgy fog befejeződni az egész sütés. Hát így 3-4 óra a sütés ideje. Na mi van, Brumika? Sül. A liba. Sül finoman. Benne az alma. Most jött az a pillanat, amikor mézes oldattal, vagy marináddal bevonjuk a libát. És elkészült a kacsa. Egy kicsit, mint ha odaégne, de nem. Ezt a bevonatot a méz csinálja. Azért olyan sötéte. És készül a karamellizált vörös káposzta. Persze a libához lesz. Karamellizáljuk a cukrot. Utána ráöntjük a vizet. Először a karamell hát összehúzódik, de majd főzzük egy darabig, amíg össze nem áll a víz a karamellel. Amikor összeáll már a víz a karamellel, ráöntjük a vörös káposztát, vagy a lila káposztát. Megsózzuk. Összekeverjük és hagyjuk párolni, amíg meg nem puhul. Én a végén még egy-két csepp, de tényleg csak csepp, egy-két csepp ecetet szoktam hozzáadni. Közben megmosunk egy pár krumplit. Héjában megfőzzük. Összenyomkodjuk, ez az alap lesz a krumplilángosnak, mert köretnek krumplilángos készítünk a libához. Feltettük főni a krumplit, héjában persze, közben itt már forr nekünk a lila káposzta. A krumplit összenyomtam, tettem bele lisztet, összekeverem, egy kis olajat tettem bele, én egy nagyon pici savanyú tejet is teszek bele, összekeverem, kiformázom és majd kisütöm. Tésztából kiformázunk ilyen köröket, ugye mint amikor a lepénykenyeret csináljuk, és majd kisütjük egy forró plotnin.
és íme elkészült a liba, sült liba, almával, lila káposztából és krumpli lángossal.